mestertársaim előtt fogadom. És mestertársaim előtt fogadom. Hogy munkámmal minőségi. Hogy munkámmal minőségi. És etikai garanciát nyújtok megrendelőimnek. És etikai garanciát nyújtok megrendelőimnek. Már csak ez az eskütétel választotta el ezt a közel 40 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakembert attól, hogy átvehesse a képzés sikeres elvégzését jelentő mesteroklevelet. 6 szakmában adunk át mesteroklevelet a mai nap során. 39-en fogják megkapni ezt a végzettséget, igazoló dokumentumot. És én úgy gondolom, hogy az itt megszerzett tudásokat fogják tudni kamatoztatni a későbbiek során is a munkájukban. A mesterszakma azért fontos, mert a mai dinamikusan fejlődő világban elengedhetetlen, hogy tovább képezzék magukat a szakemberek. A mesterek piaci előnyhöz juthatnak az egyébként is keresett szakemberek között. A megye teljes területéről érkeznek a különböző szakmákban, itt most megtalálhatóak az autószerelők, itt találhatóak a kéz- és lábápolók, egész szép számmal fodrászok, akik átveszik majd a diplomájukat. A frissen oklevelet szerzettek között volt, aki azért tartotta fontosnak a mesterképzést, mert ő maga is tanítani szeretné a jövő szakembereit. A vizsgázó úgy történt, hogy volt egy felkészítő, ahol Bertókné Matild volt a felkészítőnk. Ott a 12-13 lányjal segítettük egymást, hogy minél jobban és gördülékenyebben menjen a vizsga. Aztán pedig ugye eljött a nagy nap, volt elnökünk, volt vizsgabizottsági tagunk, és voltak tételek. Mások azt várják a mesterképzés elvégzésétől, hogy ezzel sikeresebben válhatnak magánvállalkozóvá. Az oklevél átvétele után nekem is nagyon sokat számítana, mert én egyéni vállalkozást szeretnék indítani, és úgy gondolom, hogy a gázhálózat szerelése ez mindenféleképpen ez követelendő, a szabványok betartása véget, hogy minden megfelelően, és annak ma ugyanegy szerint végezzük el. A mestervizsgát évente általában egy időszakban hirdetik meg. Ez idén február és április közé esett. Azt, hogy milyen szakmában tartanak képzéseket, a hallgatók érdeklődése és a piac igényei dönti el. Balogh Zoltán alelnök szerint a mesterképzésre a szakmában eltöltött 5 év után érdemes jelentkezni.